Sziasztok! Ez itt az AISK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégi kis hatfős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet érhetsz el, amivel már rá tudsz helyezkedni programozóként. A mai témánk a hashsetnek a belső működése. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit, ezt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről, és ne maradj le a legújabb magyarázatokról. Jelenleg a Collections Framework elején tartunk, ahol a hashsetről beszélünk. Az előző részekben is ezt taglaltuk, és most szeretném megmutatni nektek, hogy ennek hogy néz ki a belső működése. Egy fontos koncepciót szeretnék bemutatni nektek. Ismétlés gyanánt egy picit azért gondoljuk át, hogy miről is tanultunk eddig. Beszéltünk a tömbökről, hogy azok hogy néznek ki, hogy tudunk benne adatokat tárolni, hogy tudunk belőle adatokat kikeresni, és beszéltünk a hashsetről, hogy ez egy másik adatstruktúra, amiben tudunk ugyanúgy adatokat tárolni, ami a jellegzetessége, hogy olyan, mint a matematikai halmaz, hogy egy elemet csak egyszer tud tartalmazni. Ez egy nagyon nagy különbség a tömbökhöz képest, hisz a tömbök azok ugye index alapján érhetjük el az elemeit, nullától indexelődnek, és ahova berakunk egy elemet, az ott azon a helyen fog tartózkodni. Hogyha egy számokat tartalmazó tömbbe több helyre is berakom ugyanazt a számot, akkor az többször fogja azt a számot tartalmazni. A hashset viszont nem így működik. Az a lényege, hogy egy elemet csak egyszer tud tartalmazni. Ez egy nagyon fontos koncepció. Tipikusan olyan helyzetekben használjuk, ahol ezt a tulajdonságát ki akarjuk használni. És nagyon sok ilyen szituáció van a programozás során, akármilyen témáról is szól igazából a programunk. Úgyhogy készítettem egy animációt, amivel szeretném megmutatni, hogy belsőleg hogy is tárolja az adatokat egy hashset. Hashes adatstruktúra, ezt a nevet adtam neki. És először is, mielőtt belevágunk, szeretném, hogyha egy picit átnéznénk, hogy hogy is épül fel, mi is az osztályhierarchia, amivel dolgozunk. Ez most egy ilyen sematikus ábra. Ami fontos az az, hogy van az object nevű osztály, ami a Jávában minden osztálynak az őse. Erről beszéltünk korábban is az OOP szekciónál. Ebben több metódus is van, de többek között van egy olyan nevű metódusa, hogy hashcode, ami egy int visszatérési értéket ad vissza. Int típusú visszatérési értékkel bír. Tehát egy egész számot ad vissza. Minusz 2 milliárd valamennyi, meg plusz 2 milliárd valamennyi között. De még nem beszéltünk részletesen arról, hogy mi is az a hashcode. És itt az ábrán azt szerettem volna szemléltetni, hogy például van a string osztály, ami szintén egy beépített osztály, amit nekünk már előre megvalósítottak, ugye ezzel tudunk szövegeket tárolni a memóriában. Ez igazából az object osztályból származik, ugye minden az object osztályból származik a Jávában, vagy közvetlenül, vagy közvetve. A string az közvetlenül az objectből származik. És mivel az objectből származik, ezért megörökli annak a publikus metódusait, így a hashcode metódust is. A stringben is van egy hashcode metódus. Hogyha nem definiáljuk felül azt, amit megörököl az objecttől, ez is rendben van, akkor kapunk az objectből egy ilyen alapértelmezett megvalósítást, de megtehetjük azt, hogy felül definiáljuk, vagy hát nem mi tehetjük meg, hanem aki a string osztályt írta, tehát a Java fejlesztő mérnökei ezt meg is tették, ők felül definiálták a hashcode-ot. És ebben a metódusban leírták azt, hogy ezt az egész számot egy szövegből hogy kell előállítani. Most itt ennek a részletei azok nem fontosak, hogy pontosan hogy is állítjuk elő ezt az egész számot, hanem inkább csak az a fontos, hogy előállítható. Nagyjából valami olyan logikát valósíthattak meg, hogy vették a szöveget alkotó betűknek a kódjait, és ezeket összeadták, vagy összeszorozták, és ebből kijön egy egész szám. Igazából mindegy, hogy milyen szám jön ki, a lényege az az, hogyha különböző string objektumokról van szó, tehát a tartalmuk különböző szöveget, különböző betűket tartalmaznak, akkor lehetőség szerint különböző legyen a hashkódja is. Tehát megpróbálunk egyfajta számot generálni egy adott szöveghez. Hogyha ezt a módszert használjuk mondjuk, hogy veszük az első betűt egy szövegben, mondjuk az almában, veszük az A betűt, és annak a kódjához hozzáadjuk a következő betűjének a kódját, az L-nek a kódját, utána az M-nek a kódját, utána az A-nak a kódját, akkor kapunk egy számot, mondjuk 248-at. Hogyha egy másik string objektumot létrehozunk, amiben megint az alma van letárolva, ugyanúgy csupa kicsi betűkkel, mint az előzőnél, akkor ha megint eljátsszuk vele ezt az algoritmust, ezt a hashelő algoritmust,
akkor megint 248-at fogunk kapni. Tehát ez fontos, hogy ugyanazoknál az értékeknél, amiket mi logikailag egyenlőnek tartunk, azoknál ugyanazt a hash kódot szeretnénk kapni. Ez egy fontos tulajdonsága ennek a hash-elő algoritmusnak. Ugye mi is ez az algoritmus, erről is sokat beszéltünk már. Az algoritmus az egy problémának a megoldására adott lépéssorozat. Tehát egy véges lépéssorozat, amit hogyha elismétlünk, akkor megoldunk vele egy problémát. És itt most a probléma az, hogy szeretnénk egy szöveghez egy egész számot előállítani. Lehet például ez a hash-elő algoritmusunk, hogy vesszük a betűknek a kódját, és ezeket összeadjuk. Ennél szofisztikáltabb azért ez az egész metódus, illetve nagyon sok mindenre kellett azért gondolniuk, mert van itt karakterkódolás, stb. A háttérben, de a lényege az ez, hogy pontosan hogy is zajlik ez a hash-elés, ezt nem szükséges tudnunk, inkább ezt az absztrakciót fontos megértenünk, hogyha van egy string objektumunk, akkor abból egy egész számot elő tudunk állítani, ha a hashcode metódusát meghívjuk. Ez a hashcode metódus előre meg van írva, kapunk egy egész számot. Van az integer osztály, annak is van egy hashcode metódusa, az is előállít egy int számot. Itt megkockáztatom, hogy esetleg ez úgy van megvalósítva, hogy egyszerűen visszaadja azt a számot, amit bevreppel, becsomagol ez az integer. De van a long osztály is, aminek szintén van hashcode metódusa. Itt már ugye nem tudja csak azt az értéket visszaadni, hisz a long az 64 biten tárolódik, az int az 32 biten, nem fér bele egy long érték feltétlenül egy int értékbe. De itt is lehet, hogy azt csinálja, hogy veszi az utolsó 32 bitét, és azzal tér vissza. Minden bizonnyal ez így működik. Persze az integer meg a long az nem közvetlenül az objectből származik, hanem van egy number nevű abstract osztály itt közte, de most ez mindegy, ez egy sematikus ábra. Az a lényeg, hogy az objectből megörökli ezt a hashcode metódust közvetve vagy közvetlenül. Beszéltünk korábban a scanner osztályról, amivel ugye a felhasználótól tudunk bekérni adatokat. Az is az objectből származik, annak is van hashcode metódusa. Igazából minden objektumnak, ami létezik Jávában, annak van hashcode metódusa. Az vagy az objecttől megörökölt hashcode implementációt tartalmazza, vagy az adott osztályban, ha felüldefiniálták, akkor azt. Hogyha csinálunk egy saját person osztályt, akkor abban mi is vagy megörököljük ugye az objectből az alapértelmezett implementációt, ami igazából a memória cím alapján állítja elő ezt az egész számot, vagy igazából megírhatjuk mi is ezt a hashcode metódust, és akkor itt definiálhatjuk, hogy egy személy esetén hogy generáljuk ezt az egész számot. Tudjuk mondjuk azt csinálni, hogy egy személynek mondjuk van neve, meg születési dátuma, akkor a nevénél például a betűket, megint a betűknek a kódját összeadjuk, és utána megszorozzuk az évszámmal, amikor született, meg a hónappal, meg a nappal, és akkor így előáll egy egész szám. Lehet például ez a hashcode. Ezzel nem kell igazából annyira részletesen foglalkoznunk, ez egy külön tudomány igazából, hogy lehet hatékony hash-elő algoritmusokat írni. Szerencsére van egy ilyen ökölszabály, amiről majd később beszélni fogunk, amikor megnézzük, hogy ilyen collections framework-ös gyűjteményekben hogy tudunk tetszőleges osztálynak a példányait tárolni, hogy ott mire kell figyelni. Szerencsére nagyon könnyen tudunk ilyen hashcode metódusokat írni, és a legtöbb problémát el tudjuk kerülni, hogyha egy-két fő szabályt követünk. Erről még részletesen fogunk majd később beszélni. De most térjünk rá arra, hogy a hashset az hogy is működik belülről. Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy a kódunkban van egy ilyen definíció, hogy set interface, tehát interfészre programozunk, ugye itt megadtuk azt, hogy a változónknak a neve az names, a típusa az, hogy set, ez most stringeket fog tartalmazni, nem számokat, mint a korábbi példákban, hanem ez most stringeket, és rögtön értékül is adjuk neki a new hashsetet, tehát példányosítjuk a hashset osztályt. Utána lesz egy olyan kódsorunk, hogy a names-nek meghívjuk az add metódusát, és az aladár stringet átadjuk neki, utána ugyanúgy meghívjuk az add metódust, a Bélát adjuk át neki, még egyszer utána a Cecilt adjuk át neki, és negyedszerre pedig a Daniellát adjuk át neki. Tehát négy string objektumot szeretnénk eltárolni ebben a hashset objektumban. Amikor erre a sorra kerül a vezérlés, akkor az történik, hogy a memóriában létrejön egy hashset objektum. A hashset az belsőleg igazából egy tömböt használ, és hogy egy picit elolvasgatjuk a Java dokját a hashsetnek, akkor látni fogjuk, hogy igazából alapból ez egy 16 méretű tömböt fog létrehozni, ha mi másképp nem rendelkezünk. A hashsetet amikor létrehozzuk, akkor tudunk rendelkezni úgy, hogy ez mekkora legyen, ez a kezdeti kapacitása. De hogyha nem adunk meg semmit, akkor 16 elemre készül fel alapvetően.
Ez persze ugye egy tömb, tehát ez 0-tól 15-ig számozódik, és ugyanúgy indexel tudjuk elérni az elemeit. A hashset belsőleg igazából egy ilyen tömböt használ, és ebben tárolja el azokat az elemeket, amiket beszúrunk. De nézzük meg, hogy hogy. Ugye itt egy ilyen kis táblázatot készítettem, hogyha megírjuk azt a kódot, hogy aladár, és pont hashkód, tehát az aladár string objektumnak meghívjuk a hashkód metódusát, akkor ezt a számot fogjuk visszakapni. 1.963.627.999. Ezt direkt ki is próbáltam a legújabb Jávával, ezt adja vissza, bár ez tipikusan nem változott az idők során, tehát ez ugyanaz, amit 5 évvel ezelőtt adott visszavárhatóan. Ezt az értéket adja vissza. A Béla esetén 2.193.564-et, a Cecil esetén 64.983.300-at, Daniella esetén pedig 1.689.822.068-at. Teljesen mindegy igazából. Itt valószínűleg az ékezetes betűknek viszonylag nagy kódja van, nem összeadja ezeknek a kódját, hanem valószínűleg összeszorozgatja, és így ér el ilyen számokat. Ugye itt ez már majdnem túlcsordul igazából, simán elképzelhető, hogy túlcsordul egy ilyen érték, akkor ugye felvesz egy negatív számot. Az a lényeg, hogy ez az int, tehát a primitív típusú int változónak a tartományán dolgozik. Tehát mínusz 2 milliárd és plusz 2 milliárd közötti számot fog ez visszaadni, ez a hashcode metódus mindig. Na most, hogy tudjuk ezt beleszuszakolni egy 16 elemi tömbbe? Itt van az a trükk, hogyha maradékosan elosztunk egy számot, egy akármilyen nagy számot, maradékosan 16-tal elosztjuk, akkor igazából 16 különböző kimenettel lehet ennek. Vagy nulla lesz a maradék, vagy 1, vagy 2, vagy 3, stb., vagy 15. 15-nél nem tud több lenni a maradék, hisz hogyha 16 lenne, akkor nincs maradék, hanem még egyszer megvan benne a 16, és akkor nulla a maradék. Tehát, hogyha maradékosan elosztunk egy akármilyen egész számot 16-tal, akkor ezzel 16 különböző maradékosztályt képzünk. Ez igazából megfeleltethető pont ennek a tömbnek az indexeinek, mert ugye 0-tól 15-ig kaphatunk egy értéket, hogyha százalék 16, tehát ez a maradékosan leosztunk egy egész számot 16-tal, és így ilyen módon meg tudjuk feleltetni valamelyik kis cellának. Tehát, hogyha most tovább megyünk a következő sorra, a futás az rákerül erre a names.add aladár sorra, akkor igazából az történik, hogy mivel az aladár stringnek a hashkódja az ez, és hogyha annak azt elosztjuk maradékosan 16-tal, akkor 15-öt kapunk. Tehát ez meghatározta nekünk, hogy akkor ebben a hashsetben belül lévő tömbben igazából a 15-ös cellán fogjuk eltárolni az aladár objektumot. Jó? Tehát ide beírjuk igazából, lényegében ugye a referenciáját tároljuk el, tehát ide beírunk egy olyan számot, hogy a memóriában hol található az aladár string. Ezt most ezzel a piros nyíllal szemléltettem, hogy lényegében ezzel rámutatunk, referálunk erre az aladár string objektumra. Nézzük akkor a következő sort, most átmegyünk a következőre. Names.add Béla. Most a Béla stringet adjuk hozzá a hashset objektumunkhoz. A Bélánál ez a hashkód, és annak a 16-tal vett maradékos osztással 12 lesz a maradék, vagyis a 12-es cellába fogjuk berakni. A hashseten belül lévő tömbnek a 12-es indexére szúrjuk be a Bélát, ezzel fogunk rámutatni a Béla objektumra. Megyünk a következő sorra, a Cecilre, ott ugye ez a hashkód, ennek a 16-tal ha elosztjuk, akkor a maradék az 4, tehát ez a 4-es cellába kerül bele, úgyhogy megindexeljük ezt a tömböt a negyedik helyen, és oda berakjuk a Cecilt. És most jön az érdekesség igazából, hogy ha megyünk tovább, megyünk a Daniellára, és beszúrjuk őt is a names.add hívással a hashsetbe, akkor ennek egy teljesen más hashkódja van, de hogyha a 16-os maradékos osztályt képezzük, akkor ennek is 4 lesz, úgy, ahogy Cecilnek. Ez is ide kéne, hogy kerüljön igazából a 4-es indexre, de itt már van valami. Ilyen ütközések előfordulhatnak természetesen, ugyanis, hogyha mi beszúrunk 100 elemet, és nekünk csak 16 cellánk van, akkor nyilván 16-ig elképzelhető, hogy nincs ütközés, de utána mindenképp valamelyik ütközni fog. De ezzel nincs is gond, mert tudunk különböző algoritmusokat kitalálni, hogy hogy tudjuk feloldani az ilyen ütközéseket. És elég sok módszer van erre. Van, amit úgy hívnak, hogy vödrös heselés, amit most el fogok mesélni, hogy igazából ilyenkor az történik, hogy itt egy ilyen láncolt listát hozunk létre, és a 4-es cellára úgymond bekerül ez az elem is, meg ez az elem is, és hogyha több olyan elemet szúrunk be, aminek mind 4 lesz, mind a 4-es cellába kell, hogy kerüljön, akkor ezeket szépen felláncoljuk itt egymás mögé.
hogyha van olyan, van olyan módszer is, hogyha a négyesre kerülne, akkor megnézzük, hogy a mellette lévő, egyel utána lévő az mondjuk szabad-e. És ha igen, akkor oda szúrjuk be. Ha az is foglalt, akkor egyel előtte lévőt nézzük. Különböző stratégiák vannak, vagy van olyan, hogy akkor a kétszeres indexre ugrik, vagy a hatványozzuk igazából. Nagyon sok módszer van erre, mindegyiknek megvan a maga előnye, meg hátránya. Most képzeljük ezt úgy el, hogy a hashsetben ugye felláncolja ezeket az elemeket. És egyébként, ahogy szúrnánk be további elemeket, az történne, hogy ugye mindegyiknek meg lenne a helye, hogy hova szúródik be, elkezdene telítődni ez a tömb. Amikor így hozunk létre egy hashsetet, akkor alapvetően 16 méretű a tömb, amit használ belsőleg, és a 75%-os töltöttséget engedi meg. Tehát, hogyha ez elkezd megtelni ez a tömb, eléri a 75%-os telítettséget, akkor azt csinálja, hogy megnöveli ezt a tömböt, megkétszerezi lényegében a méretét. A régi tömbből kiszámolja az új hash értékeket most már a 32 méretű tömbhöz, újra hasheli igazából az elemeket, beszúrogatja az újba, és a régi tömböt eldobja. Tehát lényegében egy ilyen rehash folyamat zajlik le, és ilyenkor igazából felkészült arra, hogy újabb elemeket szúrjunk be, úgyhogy ne legyen olyan sok ütközés. Hogyha igazából minden stringnek a hashcode metódusa az mondjuk a 6-tal térne vissza, vagy mondjuk csak szerencsétlenek vagyunk, és pont beszúrunk 100 stringet, és mindegyik a 6-os helyre kerül, akkor ugye mind a 100 elem az itt összegyűlik egy ilyen láncolt listában. Ebben az esetben nem lesz gyorsabb a hashset, mint hogyha egy láncolt listát használnánk, vagy mint hogyha egy tömböt használnánk. Hisz a tömbnél is ugye azt úgy tudtunk kikeresni elemeket, hogy egyszerűen végignézegettük a tömbnek minden egyes elemét, és megnéztük, hogy benne van-e a tömbben. Egyesével minden cellát végig kellett nézni. A hashsetnél viszont nem kell ezt megtennünk, hisz hogyha meg akarjuk nézni, hogy a Béla az benne van-e ebben a hashsetben, tehát azt mondjuk, hogy names.contains Béla, akkor a Béla stringnek megint elő tudjuk állítani a hashkódját, annak megint tudjuk venni a 16-os maradékos osztás után a maradékát, megkapjuk azt, hogy 12, és tudjuk, hogy a tömbnek csak is a 12-es cellájában kell megnézni, hogy benne van-e a Béla. Mert ha benne van, akkor itt kell, hogy legyen. Illetve, hogyha itt is esetleg egy ilyen láncolat keletkezett, akkor lehetséges, hogy a láncolatot végig kell néznünk, de itt valószínűleg csak néhány elem van. Azt a néhány elemet meg kell néznünk, de ezt az két-három elemet sokkal gyorsabban végig tudjuk nézni, mint hogyha egyesével egy tömbnek minden egyes celláján meg kéne néznünk, hogy ott van-e. Szóval nagyon sokat nyerünk ezzel. Hogyha kevés az ütközés, tehát ugye ez a hashcode metódus, ez elég jól szétszórja ezeket a számokat az érték alapján, akkor tipikusan ez úgy nagyjából egyenletesen fog megtelni ez a tömb. És ezért is van a hashsetben ez a belső újraméretezés, hogyha már elkezd ez a túl sok ütközés kezd el keletkezni, akkor ezt az újrahashelést végrehajtja, egy nagyobb tömböt hoz létre, és újraheseli az értékeket. Utána megint elég szorványosan fognak elhelyezkedni az értékek ebben a tömbben. Szóval ez a nagy előnye igazából a hashsetnek, hogy ilyen gyorsan lehet vele elemeket ellenőrizni, például, hogy benne van-e. De ezt meg is próbálom most mutatni nektek egy kódban. Létrehoztam egy új osztályt, aminek az a neve, hogy hashset demo, és most a demo kedvéért nem stringeket, hanem számokat fogok beszúrni, jó? Tehát ez egy integer tömb lesz, és azt fogom mondani, hogy numbers set, sőt, set of numbers. Jó, ez egy hashset, és be fogok szúrni ebbe különböző véletlenszerű számokat. Jó, tehát először is veszek, tehát a véletlen számokat úgy tudunk előállítani, hogy van egy random nevű osztály, random egyenlő new random, Ctrl-Shift-O-val ezt beimportálom, és ugye, hogyha erről beszéltünk korábban, még a basic game kapcsán, hogyha itt megadok valami számot, mondjuk azt, hogy 2021.08.14, vagyis azt adta meg, hogy 20.210.814, ugye ennek egy long számot kell megadni, tehát ide egy nagy L-et is írhatok a végére, akkor ez mindig ugyanazokat a véletlen számokat fogja, vagy hát álvéletlen számokat előállítani. Jó, de ezt meg is mutatom nektek, tehát random nextint, meghívom ötször, és ezt lefuttatom, akkor ezt a véletlenszerű számokat kaptam.
Ugye ez a teljes tartomány, teljes intartományon generál, de mondjuk, hogyha azt szeretném, hogy hát mindegy, most generáljunk a teljes intartományon, teljesen mindegy. Mindig ugyanezeket fogom kapni, akárhányszor is futtatom újra ezt a programot. Véletlenszerűen állítja elő a számokat, de ugye ebből indul ki, és ennek, ahogy beszéltem róla korábban, véletlenszerű visszakötésekből fogja generálni a következő számot, és hogyha ugyanabból indulunk ki, akkor mindig ugyanazokat fogjuk kapni. Egyenletes eloszlást biztosít, tehát ugyanakkor eséllyel kapjuk az egyest, vagy a kettes számot, vagy akármelyik int értéket. Jó, tehát ilyen módon fogok előállítani most egész számokat, és ezeket el fogom tárolni egyrészt egy int tömbben. Ezt úgy fogom hívni, hogy array of int, és ez egyenlő new int, és ez egy jó nagy tömb lesz. Most ezt nehéz belülni ennek a méretét, ezt majd lehet, hogy meg fogom növelni, de most alapból azt gondolom, hogyha ez 10 millió, akkor az talán érezhető lesz a keresési sebesség, hogyha végig, azt szeretném bemutatni igazából, hogyha a tömbben keresünk ki egy elemet, az meddig tart, és hogyha egy setből keressük ki az elemet, hogy benne van-e, az meddig tart, és a kettőt szeretném összevetni. Jó? Ezért ugyanazokat a számokat bele fogom rakni egy 10 millió méretű tömbbe, és egy 10 millió méretű halmazba, és ki fogom keresni a tömbből is az elemeket, illetve a halmazból is, és lemérjük, hogy melyik meddig tart. Jó, ide írom, hogy tömb inicializálása. És akkor itt azt fogom csinálni, hogy igazából indítok egy ciklust, int i egyenlő 0, amíg az i kisebb, mint hát a tömbnek a mérete, tehát array of ints.length, az egyesével lépkedek, és egyszerűen megcímzem az array of ints tömböt az i-edik helyen, és értékül adom a random.next intet. Tehát ilyen módon létrehoztam egy olyan int tömböt, aminek az a neve, hogy array of ints, ami 10 millió elemből áll, és mind a 10 millió helyre beírtam valami véletlenszerű számot. Utána fogom a halmazt is inicializálni. Jó, halmaz inicializálása, létrehozom. Itt meg lehet adni, hogy mi legyen a kezdeti kapacitás, megadom neki, hogy ez igazából 10 millió elemre számítson, és akkor ezt a ciklust megismétlem, ugyanúgy nullától a tömb méretéig elmegyek, és most azt fogom csinálni, hogy a set of numbers, tehát a halmazba az add metódussal belerakom a tömbnek az i-edik elemét. Tehát ugyanazokat a számokat rakom a halmazba is, meg a tömbbe is. Oké. Kicsit kinagyítom. És akkor ugye az időmérést ezt meg tudjuk úgy tenni. Először is mielőtt időt mérnénk, ideírom, hogy most a tömbből kikeressünk egy elemet. Amit kikeressünk, az is véletlenszerűen lesz kiválasztva, jó? Tehát int number to look for, tehát a keresendő szám, az is random.next int lesz. Ez most vagy benne lesz, vagy nem ebben a tömbben. Na most itt igen, azt még érdemes azért átgondolnunk, hogy ugye 10 millió elemet rakok a tömbbe, de véletlenszerűen állítom elő őket, akkor ugye véletlenszerűen kaphatom ugyanazt a számot, ami már egyszer szerepelt. Ilyen szempontból ez a tömb, ez mindig 10 millió elemű lesz, de lehet, hogy vannak benne duplikátumok. A halmaznál, ott viszont ugye nem lehetnek duplikátumok, mert ha kétszer ugyanazt megpróbálom belerakni, akkor az csak egyszer kerül bele, tehát ez 10 milliónál kisebb lesz ez a halmaz. Ezt úgy tudnánk elkerülni igazából, hogy a számok, amiket belerakunk, az mind különböző. Hogy tudnánk ezt elérni? Ezt úgy tudnánk elérni, cseréljük meg egy kicsit a sorrendet, hogy először a halmazt állítjuk elő. Jó, tehát létrehozunk egy olyan halmazt, ami 10 millió méretű lesz, elmegyünk 10 millióig, ezt a 10 milliót ezt kiemelem itt egy konstansba, jó? Ez a size nevű konstans lesz, jó, ez 10 millió, és akkor erre tudok hivatkozni itt is, meg itt is. Jó, és nem is for ciklussal, hanem egy
while ciklussal fogom feltölteni a halmazt. Azt mondom, hogy addig, amíg a set of numbers-nek lekérdezem a méretét, tehát hogy hány elem van most ebben a halmazban, amíg ez kisebb, mint size, addig csinálja azt, hogy set of numbers.add és random.next int. Tehát egy új számot megpróbálok hozzáadni a halmazhoz. Ekkor vagy növekszik egyel a halmaz mérete, vagy nem. Hogyha véletlenül olyan számot sorsoltam, ami még nincsen benne a halmazban, akkor növekedni fog a halmaz mérete. Ha véletlenül olyat sorsoltam, ami már benne volt, akkor viszont a halmaznak a mérete az változatlan. Ez a while ciklus, ez legalább 10 milliószor lefut, de lehet, hogy kicsit többször is. Attól függ, hogy mennyire vagyunk szerencsések a számok sorsolása során. De az biztos, hogy amikor ide eljutunk a 18-as sorig, akkor a halmaznak a mérete, akkor ez már hamis, ez a feltétel. Az azt jelenti, hogy elértük a size-ot, tehát most már 10 millió elem van a halmazban. És ilyen formán ugye ez 10 millió különböző elem lesz, és akkor a tömböt azt viszont úgy töltöm fel, hogy ugye az is size méretű, ott is size-ig megyünk, és akkor azt úgy töltöm fel, hogy igazából a legegyszerűbb az az, hogy egy for each ciklussal végigmegyek a halmaznak az elemein. Azt mondom, hogy int number 2.set of numbers. És akkor a így ciklus változót azt itt inicializálom, itt használom, itt pedig megnövelem, és itt pedig akkor a numbert fogom belerakni. Jó, tehát mit csinálok itt? Elkezdem bejárni egy for each ciklussal a halmazban lévő elemeket. Ugye a for each, ez mindegyiket egyszer látogatja meg. Ez az elem a number változóba fogja letárolni azt az egy elemet, ami először kerül sorra, és ezt a numbert, ezt letárolom a tömbnek az i-edik helyén, ami ugye alapból nulla, és utána az i-t azt megnövelem egyel. Jön a következő szám a halmazból, megint eltároljuk a number változóban. Most már az első indexen indexelem meg a tömböt, és a halmaznak a második elemét ide beírom, megnövelem az indexet. Utána veszem a halmaznak a harmadik elemét, numberbe eltárolom, a második helyen megindexelem a tömböt, és eltárolom ezt a második elemét, a következő elemét a halmaznak, és megnövelem megint az indexet, és ezt ismételjük 10 milliószor. Tehát a 10 millió elem, ami benne van a halmazban, a number változó az egyszer felveszi mindegyiknek az értékét, és megindexeljük szépen a tömböt, és eltároljuk ebben is. Oké. És akkor megállapítunk utána egy számot, amit szeretnénk ugye kikeresni, és akkor kikeressük először is a tömbből, jó? A szám kikeresése a tömbből. Ugye ezt mondjuk ki is írom, így, hogy sysout. És akkor ideírom a számot, amit kikeresünk, number to look for, keresése a tömbben. Jó. És akkor ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ugye indítunk egy ciklust, for int i egyenlő 0, i kisebb, mint a tömbnek a mérete, array of ints pont length, i++, és megnézem egy if-fel, hogy a tömbnek az i-edik eleme, ezt most hívjuk j-nek, jó, mert az i-t azt már használtam ott korábban, tehát a tömbnek a j-edik eleme az megegyezik-e azzal a számmal, amit keresünk. Ha igen, akkor mondhatjuk azt, hogy a szám benne van a tömbben. Jó, hogy tudok egy boolean változót létrehozni, hogy found. Alapból azt mondom, hogy nem található, de ilyenkor foundot az beállítom true-ra, és egy break-kel kilépek a ciklusból, és a ciklus után egy if-fel, hogyha egy if-else struktúrával, ha found az true, tehát megtalálható, akkor kiírom, hogy megtalálható, különben pedig a szám nincs benne a tömbben. Jó, tehát ezt így kiírom. Ez egy tipikus ilyen keresés, amit korábban megnéztünk, még az algoritmikus résznél. Tehát egy segédváltozót létrehozok, aminek boolean a típusa, found a neve, alapból false-ra inicializálom,
egyesével bejárom ugye a ciklussal a tömbnek az elemeit, minden egyes iterációban megvizsgálom, hogy a nulladik elemen rajta van ez az elem. Ugye ez egy eldöntendő kérdés, vagy igaz, vagy nem. Hogyha hamis, akkor ez az egész nem csinál semmit, akkor nem hajtódik végre az if-nek a törzs része. És akkor lép tovább a ciklus a következő elemre. Vagyis a j most már egy lesz. Megnézzük, hogy az első index helyen megtalálható ez a szám, amit keresünk. Hogyha ez megint hamis, akkor lépünk a következőre. Következő indexen megtalálható? És így bejárjuk mind a 10 millió elemet akár. De hogyha mondjuk a 72. helyen megtaláltuk ezt a számot, akkor ugye ez true lesz, ez az if. Akkor bejövünk ide, a foundot true-ra állítjuk, és a break-kel kilépünk a ciklusból. Fölösleges tovább nézelődnünk, mert ugye megtaláltuk már a számot a tömbben. Tehát ha szerencsések vagyunk, akkor valahol a 10 millió elemnek az elején fogjuk megtalálni, ha szerencsétlenek vagyunk, akkor inkább a végén, akkor lehet, hogy be kell járni az egész tömböt. Ugye azt tart legtovább. És akkor kiírjuk, hogy a szám benne van a tömbben, vagy a szám nincs benne a tömbben. És ugyanezt meg fogjuk csinálni, hogy a szám kikeresése a halmazból. Tehát a halmazból is kikeressük. Ott ugye az a szerencsénk, hogy az támogatja ezt a műveletet. Ki is fogom írni megint, hogy az number to look for keresése a tömbben. És ez nagyon egyszerű, mert itt igazából csak ki kell írnom egy sysout-tal, hogy mit mond a halmaz. Tehát a halmaz a set of numbers, ez egy hash set objektum, és annak van ez a contains metódusa, amiről beszéltünk, és ennek ugye megadom paraméterül a number to look for-t, ugye azt szeretnénk megnézni, hogy az benne van-e, és akkor, hogyha benne van, de akkor inkább ezt is írom egy ilyen ifes struktúrával, mint az előbb, jó, hogy ez ne zavarjon meg senkit. Tehát, hogyha ez a contains, ez ugye egy true vagy false értékkel, egy boolean értékkel tér vissza, és akkor vagy kiírjuk azt, hogy a szám benne van a halmazban, vagy a szám nincs benne a halmazban. Jó, hogyha ezt lefuttatom, akkor fut ez a program. Néhány másodpercig, 4 másodpercig futott most. Ezt kerestük, és a szám nincs benne a tömbben, nincs benne a halmazban. Jó, ugye maga az int tartomány, az mínusz 2 milliárd és plusz 2 milliárd közötti. Nekünk most 10 millió különböző számot beleraktunk a halmazba is, meg a tömbbe is. Sorsoltunk egy 10 millió egyedik számot, az ráhibázhattunk volna valamelyik 10 millió számra, amit korábban sorsoltunk, de nem hibáztunk rá. Úgyhogy ez pont nincs benne, úgyhogy megnéztük a tömbben is, hogy ez jelen van-e, nincs benne. Megnéztük a halmazban is, hogy benne van, nincs benne. És akkor most szeretném kiegészíteni ezt a programot annyival, hogy időt mérjünk, hogy meddig tart a tömbből való kikeresés, meg a halmazból való kikeresés. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy felveszek egy long változót, úgy hívom, hogy start. Lesz egy olyan, hogy start time, és lesz egy end time nevű változóm. És a start time-ba, abba belerakom, van egy ilyen system.nanotime nevű metódus. Ez lekérdezi igazából azt, hogy mennyi az idő, amit úgy mér, hogy egy longként, 1970. január 1. éjfél óta hány nanoszekundum telt el. Lényegében ez azt adja vissza. És ez nincs kitéve az ilyen óraállítgatásoknak, amit szoktunk csinálni, hogy szökő másodperc meg hasonlók. Tehát az biztos, hogy itt meghívom a nanotime-ot, illetve itt az egész mögött is meghívom, és akkor azt meg eltárolom az end time-ban, akkor az end time-ba letárolt long érték az mindig nagyobb lesz, mint a start time-ba letárolt. És a kettő között, hogyha kivonom az egyiket a másikból, ugye csinálok még egy harmadikat, az lesz az elapsed, vagyis az eltelt idő. Az elapsed time az nem más, mint az end time-ból kivonjuk a start time-ot, akkor megkapom, hogy hány nanoszekundum telt el azzal, hogy én kikeresem a tömbből az értéket. Na most a nanoszekundum az egy nagyon pici mértékegység, ugye az a másodpercnek a milliárdad része, tehát 10 a mínusz 9-en, ugye a mikroszekundum az 10 a mínusz 6-on, tehát az a milliómod része, a millisekundum az az ezred része a másodpercnek, tehát itt ez egy kicsit túl finom felbontás, úgyhogy én még csinálok egy olyat, hogy elapsed time in millisec
seconds. Jó, elég, hogyha millisekundumban mérjük ezt le. És ezt meg úgy kapom meg, hogyha az elapse time, igaz, az elapse time-ot ezt átnevezhetem elapse time in nanos-ra. Hogyha a nanoszekundumot azt elosztom 1000-rel, akkor ugye mikroszekundumot kapok. Hogyha elosztom 1 millióval, akkor millisekundumot kapok. Jó. És akkor utána persze kiírom, hogy meddig tartott ez a keresés. Tehát a keresés ideje, és akkor ideírom magát ezt, hogy elapsed time in milliseconds, és megírom azt, hogy ez millisekundum. Jó, és ugyanezt megcsinálom a másik esetben is. És ott is ugye a start time-ot, azt itt az egész elején kezdem mérni, az end time-ot az egész végén hagyom abba, és ki, és utána persze kiszámolom megint, hogy ez meddig tartott. Így. És nézzük meg. Elindítom a programot. 0 millisekundumot kaptam. Miért is? Egy pillanat, ezt át kell gondolnom. Elapse time in milliseconds. Endből kivonjuk a startot. Elapsed time in nanos, ez egy long érték. Az egyik longot elosztom egy másik longgal. Ezt most a kíváncsiság kedvéért kiírom, jó? Hogy ez az elapsed time in nanoseconds, ez mit tartalmaz. Illetve amikor indul a program, akkor kiírom azt egy ilyen üdvözlőüzenetet, hogy a program elindult. Illetve a legvégén kiírom, hogy a program leállt. Jó, hogy lássuk, hogy mettől meddig fut. Jó, és elindítom. Látszik, hogy a konzol rögtön meg is nyílik. Most számol, számol, számol. Aha. Hát igen, maga a keresés nem is tart olyan sokáig, tehát ugye 150.201, ugye ez mindig egy picit más lesz, de annyi nanoszekundum. Tehát azt, hogy átszámoltuk millisekundumra, az akkor nullának tűnt, mert ugye az annyira sokáig nem tart a kikeresés. Na, egy picit növeljük mondjuk a bonyolultságot, hogy nem 10 millió, hanem 100 millió elemet nézünk. Jó, akkor ez tovább fog tartani. Ez elvileg 10-szer addig tart, még a megfeltöltjük, vagy hát mivel véletlenül sorsoljuk a számokat, sok ütközés lehet, azért már mindjárt meglátjuk. Hogy eltart egy darabig. És meddig tart. Túltettem a célon. Jó, ezt vegyük vissza azért, jó, legyen mondjuk 30 millió. Jó, és maga a halmaznak az inicializálását is, hát ez most nem érdekes, de azt is akár lemérhetnénk. Nézzük még egyszer. Program elindult, számol, 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 30 millió méretű tömböt ugye létrehozza, meg előtte ugye a halmazt. Jó, le is futott. Igen, hát nanoszekundumban mérhető ez az egész, akkor nem számolom át millisekundumra, jó? Az a legegyszerűbb, hogy akkor marad a nanoszekundum. És akkor azt írom ki, hogy hány nanoszekundumig tart az egyik, meg a másik. Jó? Így. És akkor még egyszer újra futtatom, és akkor most nézzük meg, hogy mi lesz az eredménye. Nem tudom, hogy mennyire szemléletes majd, de ezzel érdemes egyébként kísérletezni, mert sokat tanul előle az ember, ilyeneket kipróbál, hogy mi meddig tart. Remélem, hogy azért szemléletes lesz. Tehát ez a rész itt, ugye van ez a program elindult, az a legelső utasítás, a program leállt, az a legutolsó utasítás, és igen, maga ez a kiíratás, erre nincs igazából szükség. Tehát azt, amit először ír ki, a program elindult után, ugye ez az, amikor a tömbből keressük ki az adott számot. Sorsolunk egyet, és megnézzük, hogy a 10 millió elem ott van-e valahol. Ez a tömbben való keresés, ez eddig tart. 165.300 nanoszekundum, még az még mindig nem túl sok, tehát a 165 mikroszekundum, nagyon-nagyon gyors, viszonylag erős gépen van azért, és ugye itt a processzort használja nagyon ez a program.
és ez nincs benne a tömbben. Tehát végig kellett nézni az összes elemet, és ez 165.300 nanoszekundumig tartott. A halmazból való kikeresés az viszont 48.000-ig tartott, tehát jelentős különbség van a kettő között, ugye. És ennél sokkal nagyobbat is, sokkal nagyobb különbséget is láthatnánk, hogyha egy kicsit feljebb merészkednék, csak most nem akarom, hogy a gépem processzorát 100%-ig kihasználja, mert lehet, hogy ez a képernyőrögzítő eszköz megpusztult tőle, de még megpróbálhatjuk mondjuk az 50 milliót aztán. Nézzük meg, hogy ennek mi az eredménye, ez valószínűleg még kivárható azért. És nézzük meg, hogy szerencsénk lesz-e, hogy az a egyedik szám, amit csolunk, az vajon olyan lesz, ami benne van a tömbben, meg a halmazban, és olyan, ami nincs benne. Még mindig jó esélyünk van, mert ugye két szám közül kell választani véletlenszerűen, és 50 milliót generáltunk. Igen, és szerencsénk van olyan szempontból, hogy nincs benne a tömbben, tehát a tömbnek az összes elemén végig kellett menni, és amikor a halmazból kerestük ki a konténzel, akkor az jóval gyorsabb volt ez a hívás. Jó? Itt most nem látszik olyan nagyon nagy különbség a kettő között, ennél sokkal nagyobb különbségeket is tud ez okozni, hogyha nagyon-nagyon sok elemünk van. Jó? De ezt szerettem volna megmutatni, hogy csak egy ilyen egyszerű művelet, hogy a halmazból kikeressünk egy elemet, tehát megnézzük, hogy benne van-e. Ez nagyon gyors tud lenni egy hash set esetén. Úgyhogy nem mindegy, hogy tömbben tároljuk az elemeinket, vagy hashsetben. Hogyha nincsen benne ismétlődés egyébként, akkor egy hashset az egy nagyon-nagyon gyors adatstruktúra tud lenni, tehát ez lesz az első olyan, amihez nyúlunk, hogyha adatokat szeretnénk tárolni, és hogyha nem fontos megtartani a sorrendet, amilyen sorrendbe érkeztek az elemek, mert ugye a hashset az eléggé összekutyulja azért ezeket az elemeket. Oké, igazából ennyit szerettem volna megmutatni. Még a hashsettel fogunk egy kicsit foglalkozni a következő alkalommal is, illetve vissza fogunk térni még a hashset, vagy a hashcode és az equals metódusnak a taglalására, mert ott is vannak fontos tanulságok. Jó gyakorlást kívánok nektek a jövő hétig is! És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig most is várom észrevételeidet és kérdéseidet a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt, akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek oszd meg, ne felejtsd el megnézni az előző heti rész sem, ahol a hashset és a tömb kapcsolatáról beszéltünk. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.